olvasom az interneten itt Brüsszelben, hogy egy újabb elképesztő felmérés látott napvilágot az európai egészségügyről, azon belül a magyarról. 33 vizsgált európai ország közül a 31. helyen van Magyarország. Az albánok meg talán csak a románok vannak mögöttünk, miközben a saját kormányunk idején 10 évvel ezelőtt még a 15-ek voltunk, és megelőztük például Olaszországot vagy Spanyolországot is. Ezen tűnődve itt, brüsszeli utcán hazafelé sétálva, eszembe jutott egy történet, egy személyes történet, egy brüsszeli kórházi ellátásról. Csak hogy hadd mutassam meg nektek, hogy mi a különbség az otthoni és a nyugat-európai kórházi ellátáshoz képest. Hadd meséljek el egy történetet, és nyilván nem az a különbség oka, hogy más az orvosok vagy az ápolók elhivatottsága, hanem hogy hol van megcsinálva egy rendes egészségügy, és hol nincsen. Szóval az történt tavaly évvégén, november végén, hogyha jól emlékszem, hogy hazamenve itt a brüsszeli albérletemben, azt láttam, hogy a kezemen jön fel egy ilyen fekete csík. Egy kicsit megijedtem, ugye az embernek rögtön az jut eszébe, hogy Jézus Mária, csak nem valami vérmérgezés vagy ilyesmi lehet. Fölhívtam egy orvos barátomat és megkérdeztem tőle, hogy mi lehet ez. Azt mondta, hogy nem tudja így megállapítani a telefon alapján, de biztos, ami biztos, ezzel játszani nem lehet. Menjek el a sürgősségire a hozzám legközelebbi kórházba. Gyorsan megnéztem az interneten, hogy hol van a legközelebbi kórház. Elfutottam odáig, bementem, és a következő történt. A portár udvariasan kedvesen fogadtak, egy perc alatt felvették az adataimat, utána pedig 5 perc múlva már a vizsgálóban voltam, hol van szó, szálloda külsejű teremben, 5 perc múlva egy orvos fogadott, alaposan megvizsgált, azt mondta, hogy hál' Isten, nincsen nagy baj, ez valamilyen vírusfertőzés lehet, vagy baktériumfertőzés lehet, kaptam antibiotikumot, még azt is mondta az orvos, hogy ilyenkor már lehet, hogy nem tudom kiváltani a receptet a patikában, ad nekem néhány darabot estére, hogy holnap reggelig ne legyen vele problémám. Nem töltöttem a kórházban fél óránál többet. Kifelé jövet a portás látta, hogy téblábolok, mert nem nagyon ismerem a környéket, és nem tudom, hogy hogyan lehet hazamenni. Egy kérdést tett fel nekem, hívhatna nekem esetleg taxit, ezzel nagyon szívesen segíteni, mert látja, hogy nem vagyok ismerős a környéken. El tudjuk ezt képzelni, ezt az egész sztorit az otthoni magyar egészségügyben? Hogy bemegyek, és fél óra múlva, aprólékosan átvizsgálva, megkapom a diagnózist, megkapom a receptet, udvariasan kedvesen bánnak velem. Na, udvariasság, kedvesség lehet, hogy otthon is van, mert orvosaink és ápolóink mindent megtesznek, amit csak lehet. De az, hogy nem kell várni, az, hogy azonnal fogadni tudnak, az, hogy fél órán belül mindent elintéznek, és teljes körű diagnózis van, és tudom, hogy mi a bajom, és mit kell csinálnom, ez otthon elképzelhetetlen. Ezért mondjuk a DK egészségügyi programjában, hogy nem lehet ekkora különbség nyugat és kelet között. Én ezt most a saját bőrömön tapasztaltam, korábban sosem voltam Brüsszelben kórházban. Nem megengedhető az, hogy belgáknak, hollandoknak, olaszoknak elképesztően jó egészségügy jár, nekünk magyaroknak pedig az, amit mindig látunk. Nem itt van a probléma, nekik ez nyilván jár, de akkor járjon és jusson nekünk is. Erről szól az Európai Egyesült Államok, amiről beszélünk a programunkban, hogy legyen valódi egyenlőség, hogy az legyen a nyugdíjakkal, a bérekkel, az egészségügyel, az oktatással nálunk is, mint ami Nyugat-Európában van. Ezt képviseljük az európai parlamenti választási kampányban is. Olyan kórházban szeretnék gyógyulni, Budapesten, Békéscsabán és Győrben is, amit megtapasztaltam itt Brüsszelben.